Haló, haló, szia Attila! Hello, szia! Éppen most írtam, hogy TS. Pont a legutoljára estembe dolgoztam, pont éppen, hogy be tudtam lépni. Mondom, nem is mentem a Hát néztem, a TS-re. csincsin az más helyszín, itt meg Ja. láttam, hogy Alpok. Igen. Mondom, akkor Nincs is inkább meg a ide jövök. Skenerim. Le kellett volna tölteni, de mondom, mire letölti, addigra meg már kiesek belőle. Úgyhogy jó ez így. Egyik nem akkora, a másik. Azért van. Éppen beestem 30-ra. Válogattam még itt. Nézegettem, de hogy igazán nem is néztem végig a térképet. Csak úgy Aha. beestem. De hát az eleje az biztos, hogy termikes. Amíg oda nem érünk a hegyekhez. Hát ez barátibb lesz, tudod, magas indulással. Egy kicsit talán. Ja, lehet, hogy elsiklik odáig, de mindig azt mond, ilyenkor én mindig úgy vagyok, hogy ha magasabban érsz a hegyekhez, fölül már jobban emel. Az hoz valamit, mint hogy alulról nekiállsz, odaérsz, és akkor kilódok, kilódok. Ja, Ja, hát ez jó lesz szerintem, olyan kicsit kényelmesebb, magas tegnap úgy indulásos. ráfáztam a somolygásra, Csincsinbe. Volt egy lehetőség, hogy lehetett kerülni, meg volt egy, hogy egyenesen átvágni kurzus mellett. Hát ezek elindultak ott lefelé. Hát mondom, én megyek így egyenesen. Nem is néztem meg az igazság, hogy van-e hullám vagy valami. Megyek én egyenesen. Nem is volt addig baj, míg ugye a völgy bezáródott és emelkedni kellett, és ugye ők nagyot kerültek, és a gerincnek a túlsó oldalára mentek, ott meg akkora hullám volt, hogy 7000-ig emelkedtek. És Úristen. mondom meg, eltúlták, hát olyan átlagok lettek, mi meg akik nem arra mentünk, ott ki is léptem, hát kilóttunk ott össze-vissza az emelkedéseken, és akkor bejött a Józsi, na mondom, csinált egy szervert, képzeld el. A te instrukcióid alapján megcsinálta a szervert. Tényleg? Na. Hogyne? És mondja, hogy akkor próbáljuk ki. Nem mondom, most bevisznek a jóságba. Ezek arra mentek. Mondom, megtalálom neked a hullámot. Utána letoljuk őket. Ja, csak nem értem oda a hullámig. Szegények. Nem sikerült. Hát jó saját szerverem volt, de Aha. nem tudtam neki megmutatni a hullámot. Biztosan változott az időjárás, vagy nem tudom, hogy mi volt, mert nem is értünk el a hullámig. Túl alacsonyra kerültünk, emelés sehol nem volt. De nagyon ügyes volt, volt a saját szervere. De ezért jó, hogyha van az embernek egy ilyen mentora, mint te, hogy az én problémámat is két pillanat alatt megoldottad, meg a Józsi is, hogy meg tudta csinálni most a szervert. És így akár tudunk együtt repülni bármit, amit ő föltesz. Hát ilyen alkalminak nem a DS helperen keresztül, hanem így simán meghoztolja úgy direktbe, beteszi a feladatot, ezzel a pont starttal elindítja, aztán repülte. Sziasztok, befutottam én is. Hello, Szia szia! Tomi, hello! JS1, teli víz! Azaz, ilyes egy teli. Most húznak. Megy a stream, hogyha majd remélem jó sikerül.
Mondom, meginvitállak már, mert ez talán egy kicsit nyugisabb lesz, magasabb indulás, nem az a eszeveszett rohanás. Jó van, köszi, jó, hogy mondtad egyébként. Kicsit barátibb ez a kafé, és ez ilyen nyugisabb szokott lenni. Bár itt is lehet jó nagyokat menni, meg nyomni ugyanúgy csak. Nekem se volt letöltve az a másik, aztán ránéztem, néztem, hogy mondom, itt a 17:30, ez pont itt lesz, akkor nem lehet rossz. Csavarja az egész banda ezt a kis induló kamacsot. Csak tartson ki, míg odaérünk. Három méter.
Fölnézel és szív alakú a felhő. Teljesen nem látom. Ah, most látom. Szeret bennünket a termék. Remélem kitart, míg fölérünk. Hát, ha szív alakú és szeret, akkor biztos. Az Attila, ott a Tomi. Gyengülőbben, de még nem hagyom itt. Ezt akarom mondani, már csak 1819. Hát, ha visszaerősödik, volt már olyan. Még úgy tartja magát. Pedig, ha felnézek, annyira még nem oszik.
Pont hátra nézek, látlak Attila. Itt vagyok, Föl vagy hozzáadottam. véve, végig. Tomi is benne van. Az egész csapat, aki itt lejjebb. Akkor próbálok szépen tekerni. És megint kettő körül erősödött, ilyen 2500-on. Aha. Igaza volt a Norbinak, visszaerősödött. Szokott olyan lenni, pláne amikor nincs a közelbe, ritkább a termék, akkor hajlamos az ember otthagyni. Kicsit kivársz és megmarad, látod. Újra gáljön. Felhőrepülés tilos? Most nézd. Ja, tilos. Viszont itt nem írja ki az átlagokat. Ez jobban tetszik az ilyen. Úgy szoktuk, tudod, így felhő alapon megtekerjük, begyorsul, 160, 180 majdnem. Abból lendületből ki. Na most, mintha foszladozna most már. Igen. De még itt a szüremkedésben meg lehet maradni. Három ezer a start max. Igen. 2840. Mi legyen, menjünk majd? Én itt vagyok mögötted. Már nekem is legyengült, ebből a körből kiveszem és megyek utánatok. Oké. Hát ott éjszakon ott emelkednek, de ott sincs nagyon följebb az alap. Meg hát elfelesodródnak most már. Az sincsen közelebb a indulási pozícióhoz. Persze. Visszaérünk, aztán indulok.
Na go! Van. A három felhő közül a középső tétek ki? Hát nem tudom, lehet, hogy majd ott, ami közelebb van, a jobb oldalit. Hát kicsit keresztbe menés, de csak kijövök ideig, nem nincs messze. Gyenge, megyek tovább. CKF az utánunk indult, nyomja. Bízik benned? Nyomja egyenesen ott elő. Ja, látom. Hát igen, sokszor egy ilyen kitérő kész, vége.
Na de messze még a vége. Így van. Jól néz ki ez a baloldali kis felhő is. A picike. Aha. De ott szembe is ott már jönnek majd a hegyek. Ja, ott bevállalta jobbra a hegyet. Aztán majd utána az ott bezáródik. Jó, lesz csak félkörös még. Kettő nyolc erősödik.
tükörbe vagyunk. Ez a biztos, még van 41 kilométer a fordulópontig. Csak felhő alatt vagyok már nagyon. Lassan mehetünk, mert kezdek szűkülni. Mentem. Kettőfeles McReady, 200 unszer. Könnyű a McReady? Kettő fél. És mintha tartana egy kicsit. Hát vannak, akik jobban kockáztatnak, ott mennek a falakon, az éleken, azért így egy kicsit kényelmesebb. Ez biztosabb. Nézd meg ott jobbra a CKF-et, ott lehet, hogy megállt, kicsit följebb van, ott nyomja, de lejjebb is van. Lejjebb van. Na, nem vannak itt. És akkor nézd meg, ott bezárul a hegy, akkor utána ott a hegy mögött nagyobb merülés is. Itt meg nem azt mondom, hogy hullám, de hát látod, méter, fél méterre merül valahogy. Ott elő is vannak van valaki, ja. Bent a lassan a hegyek között. Az SB egyelő. Elég alatt. Szintar. Oldal hátszél. Fordulópont a hegyen lesz, úgyis. Na van még magasságunk, a fia. Persze.
bekéreckedünk. De sokan vannak ott balra. Benyomták oda a völgybe? Nem tudom, csalós, de messze vannak. Ugye itt most már kell, hogy tartson majd. Oldal hátszél. Hát majd ott beljebb a hegytövé megállunk. Ami adódik. Muszáj lesz. Kezd tartani. Kettő, három. Aj, már mind lement. Na majd ott az élen. Elő. Ráfúj. No, I can't give it to the man.
Na most ezzel. Hát egy ingára megállok. Már nem egy nagy durranás, de... Nem látlak most, Norbi, merre mentél tovább? Nem, még megálltam egy ingára, mögötted vagyok 2 kilométerrel. Ja, értem. Tart 2-vel kifele hosszan. Nem rossz az ott, Tomi. Majd meg kell becsülni, azt ott följött, ez biztos. Hát itt ezt a részt néztem, hogy ide jó befúj a szél. Eddig egyelőre jó, 2 környéke. Már nem jó. Itt az eleje, maradj itt kint. Ez a 2 elég. Majd magasabban leszünk, beljebb megyünk. Sokszor van úgy, beljebb megyünk, aztán nem jó, csak kikényszerül az ember. A fővezető élek meg jobban tartanak. Hát ja, türelemjáték. Jó, hogy ott megálltunk abban a 3 méterben. Még ott csinálsz egy inget, aztán kicsit előrébb csúszunk. km forduló fönt magasan. Mi az a verhétszer? Lehet emelkedni. Van egy meredekebb törés a hegyen. 3. Ha valaki itt már vizet dob. 4. Itt szépen megemel. Látod ezt a szép meredek falat itt? Aha, jövök ide hozzátok. Ebből a magasságból még nem lehetne oda beljebb mászni.
Mindig nyújtom tovább, így nyugat fele. Ott a túloldalán vannak ott többen. De nem sokkal vannak följebb, nekünk még kell emelkedni. Becsüljük meg. Ők sem emelkednek jobban, közelebb vannak, de még nem tudnak fordulni mindannyian. CKF is ott jön hátul, lent. Hát, ha innen beindulna a hullám, megmaradna a 2 méter, beerősödne 3-ra. Na, az volna szép. Ja. Valami olyasmi tapasztalás van itt most. Van fölöttünk elcsúszott egy hullámfelhő. Már gyengülget azért. 2. Érdekes, mert van, amikor meg visszaerősödik. Ez a hullám széle. Vagy csak a gerinc. Ha mindegy, csúszunk ott, Tomi előtted pavancs pattant ki. Ahhoz én még alacsonyan vagyok, én itt az egyel elrébb itt megnézem ezt a falat, hát nem el. Kijövök ide a felhőre. Thank you.
lesz, kettő, három, négy. Az igazi, ha megmarad. Ötbe is beüt, ez az. Ez az övé, gyertek. Ujjjj, ez már valami. Átlag 4 fölött. Ő csapig. Aki de bejön, hamarabb fog egy ilyet. Rengeteget lehet nyerni vele. Ez nem mindegy, hogy egy méterbe killodsz. Öt méter. Öt, ez az, öt fölött vagyok. Hát én alacsonyan voltam ehhez, pont ott van a hegy. Tovább kell egy csúszta. Igen. Hú, jön a felhő. Neked is. ...3009, de még innen is óvatosan. Ott van a 8 fogszekhó, nem csípte meg. Még itt kell egy inga. Nem jó, még kell emelkedni. Pedig ide ráfúj a szél. Kevés volt a felhő alap. Igen. Már menekültem belőle. Ide vissza kell jönni a él elé. Így de trükkös te! Igen. Ez ilyen hegymászás feladat. De megfigyeltem, ezt a kafésok újabban mindig ez van, hogy forduló pontokat ilyen trükkösen feldobják a hegyre, és olyan különleges módon lehet megkerülni, megfordulni. Azt a helyi erő, akinek van jobban ismerete, persze vannak, akik nagyon jót mennek. Na, ebből megpróbálok becsorogni oda. Nem mertem oda a túloldalra menni. Ott, ahol Tomi, te vagy azon az élen. Nem is túl jó. Most erősödik ilyen kettő környékére, de átlag nem jó. Itt is határeset. Talán bele tudom csípni.
Szépen Hát az harmonikusan élőben. 120. Pont megcsípte. Gratulál, szép volt. Neked is. CKF is hogy föltette pikpakot, bejött, följebb van, és már meg is fordul. Hát ez az, hogy nem mindegy, hogy fogsz egy ötöst, vagy másfél kilót. Sokkal alacsonyabb meg hátul volt, és valahogy ott bejött neki. Jövünk itt a tartásba, nem is baj, egy kicsit elébe jövünk. Hosszan úgy is mindig bal pálya, aztán úgy balról jobbra fordulva megyünk a fordulópontra úgy is. 3600-on van a fordulópont, tehát onnan meg a végsebesség az utolsó szár. Ez volt a legnehezebb része. Igen. Meg majd ott a kettesre, ahogy mászunk föl, de már az nem lesz annyira nehéz szerintem. Ha itt nem találsz egy jó emelést, akkor sokat lehet veszíteni. Itt még egy felhő is van. Ha már... Műszer 200, mínusz féllel, egyel merül. Kell ez a kitérő, mert utána a távolba, ahogy jönnek ott a hegyek, ott is jobb lesz úgy bal pályáról menni. Pedig milyen csábító kurzus mellett menni. Hát igen. De nem biztos, hogy célra vezet. Na most nézem itt a térképet, megy ott valaki kurzuson. De aztán ott jönnek a hegyek. Mi meg úgy szépen így oldalról ráfutunk majd. Itt van a probléma. Itt fordítom, be majd. Hogy sebességbe csábít, hogy kurzus mellett mész, de nem biztos, hogy tudsz emelkedni. Hát ott úgy ráfutunk majd a hegyek bejáratához, szélre is rátartunk. Hát. Itt már szárnyvégről fúj a szél. Tart nullával. Jó, hogy ez csak egy fátyol felhő.
Végig tart. Lesz a fordulópont. Trükkös ez még. Még nincs lefutva. Hát igen, ott a jobb pályán megy valaki, akkor ott is föl tud menni, de ott a hátul csípi meg, ott még magasabb. Vagy pedig így balról jövünk, és akkor úgy jobb kiflibe, hát fene tudja. De talán erről az oldalról hosszabban egységes a hegy. Hát igen, meg itt, hogy tovább tudsz emelkedni, vagy tovább tart. A kurzusról jössz, ott rövidebb. Hát nem tudom, meg amikor a időben így jobban érzem magam én is, hogyha így rátartunk a szélre hamarabb. Mint ott hátul, fene tudja. Talán hülye érzés, hogy nem jön össze, akkor ott beragadsz, vagy valami. Na most érek a fordulóponthoz végre. Kigeveredtem magukban. Benne van a fordulópont a felhőben. Nagyon kemény. Hoppá, most becsúszott egy felhő is. Mindegy, csak ott a szektor szélét tudjad megcsípni. Ott vigyázz, ilyen fensíkos, nagyon kilaposodik. Ott is ezen a gerincen indultatok el lefelé, és megy délre a kurzustól. Igen, azon ott úgy hosszan végig tartott. Szép ez a szkeneri. Itt jobbra lent az aosztai völgy. A végén van. Tart 0, mínusz fél. Hányas körön vagytok? 32-es. 3005. Szépen kerül a csapat. Mi is kimegyünk balra. Körbe, oda, távolba. Karikába.
Beosztósan kell itt menni. Ja, nem szabad rohanni. Lehet, hogy nekem magas lesz a gomb. Ezer kettő ötven ember. Még tart. Kerülök. Ezer kettő, 3250. Tart. Méter. Vannak, akik a kurzus túloldalán vannak, vannak, akik itt vannak előttünk, de nincsenek följebb. Na nem aprózom, kimegyek a él elé. És úgy szárnyirányba innen lesz egy távoli folytatás, ahogy nézem. Egy csábító volt itt is a kurzus mellett menni, de mindenki kijött. Látod, hogy kerülnek, és sőt, aki igen. Kicsit lejjebb van, már át se tud jönni. Igen. Beszorulnak. Pedig csábító volt, hogy arra menni. Itt még bakugrással, de még látod, át tudtunk jönni. És itt végig azért úgy vannak olyan részek, amit tartanak. Nullával. De magas az a hegy ott, amilyen át kell menni. Még bepróbálom ezt a felhőt majd itt a hegyek mentén. Még azt a másik élt is meg kellene mászni, és utána majd becsorogni oda. Fordulópont fele, de még ez itt csábít.
Ja, itt ráfúj, ennek jónak kéne lenni. Fölmen 4-ig. Jó lesz teljes körön. Még megcsíped Attila, szerintem nem csúszott úgy a hegy mögé, hogy gond lenne. Csak nem találtam bele elsőre. Szélre rá kell egy kicsit tágítani. Na még egy kör, 3006 lesz az alja. Négyes kör, Tomi, kint vagyunk balra. Egészen. Átlag már 10. Így a, majdnem a szögfelezőbe. Átlag már 11-re vagytok tőlem, én most 2009-ben fölkált egy gerincen, igyekszek oda. Ebből már lehet oda tendálni, hát ha jó lesz. Pont az alját kaptam el. Nem volt meg egész körön, még kell emelkednem. Nem baj, de meg volt legalább a fél oldala, aztán onnan beigazítottad. Igen, most már megvan. Percek később jön valaki oda, kész, vége, átcsúszik, nincs meg. Ennyi. Szépen itt az él mentén. Tart szépen. A 8 kilométertől
Héttől már beindul egy olyan taré, ami szépen oda bevinne. Fordulás után sokat nem beszélek, mert onnan már végsebességgel kell majd tolni. Mert hát fönt leszünk 3600-on, 500-on kell érkezni. És kapu van, vagyis hát ilyen kapuszerűség, szóval 500-ra írja az érkezést. Igen. De van maximális magas. Tehát valami ilyesmi van, igen, ilyen, hogy oda le kell nyomni. Tehát nem az van, hogy magasan érkezel, hanem le kell fékapozni, gondolom. Majd úgy csináljuk, hogy jó legyen. Itt a két szár közt jövünk be. Szívnak ott egy páran. Jobbra elnézve. Hátul. És nincs fordulópont segítő, semmi. Mondjuk így az igazi. Ja, de van, most már beugrott. Bocs. Ez a 6 kilométeren és megvédés szerint még mínusz 500 méteren. Fordultam, 3680. 3680? Kb. De lejjebb is meg lehet fordulni, szóval nem vészes. Okay. Innestől kurzus. Ráhasolni a botra? Ja, törésre vigyázni. Végsebesség 5-ös McReady 900 plusz. Győzöd elnyomni. Törésre vigyázz majd. Innen meg Toli. Torino. Nem magas ez a gerinc, ami még ott van? Vígan átmegy. Jó, nem tudom. Gond lenne, akkor kerülöd jobbról vagy balról. Mindegy már.
Még nem ért be senki, hát akkor jók vagyunk. Sokan elindultak előttünk jóval, nem? Hogyne. De elég nagy sor indult már. XSOR azt írja, 142 az átlag. Utolsó termikátlag 3-4, termikál VG 3. Aki tervezte a feladatot, én beletettem volna még egy töréspontot, hogy legalább el lehetne nyomni ezt a nagy magasságot. Mármint, hogy hosszabbat repülni, nem? Ja. 5-ös McReady-nél még van plusz 930 méterem. Supréma, van aki beért. 1, 2, 3-an beértek már. Aha. Lotterola. Nyitottam egy résnyi féklapot. Hogy ne ott kelljen már kapkodni közvetlenül előtte.
Rendesen látszik a fehér kapu majd. 500? Igen. 2 kilométerre majd előtte. Oké. Ilyen normál kapu, mint régen szokott lenni. Aha. Juhéj! 155,4. Első helyed. Gratula! Gratula! Két perccel van mögöttem a második, hárommal a harmadik. Gratulálok! Köszi! Nyomjad Attila! Hasalok kaboton, való minden előre van a kabinba. Látom a kaput. Tolom neki bele. Nagy torinói reptér. Ilyet csinálnának. Vitorlával ilyen rácsapást, amit most itt csináltam. Meg vagyok. Gratula! Harmadik hely, Attila! Hát gratulálok, Attila! A Norbérre már az annyira, csak én mentem utána. Hát azért ügyes voltál, ott emelkedni is jól emelkedtél. Hát ennyit számít, hogy 100 méterrel lejjebb voltam, hogy azt az utolsó terméket már alig fogtam meg. De csak beerősödött, meg kitartott, látod? Persze. Három kör kellett bennem tenni, hogy átmenjek. És utána, hogy amikor átértem, akkor már megvolt. Sokan szívtak ott jobban? Többet? Hát látod, időben rátartottunk ott a hegyekre, és akkor szerencsénk is volt azzal a felhővel is. Ez mind kellett hozzá, meg azért nem mindig az egyenes a leggyorsabb. Látod. Tehát úgy előre kell gondolkozni, megnézni ott a hegyet, hogy kell megközelíteni a fordulópontot. Ott beszorultak sokan. Igen, pedig mennyire csábító volt nekem legalábbis a kurzus, hogy ott bemegyek, és ott biztos, hogy beszorult volna az ember.
Na, itt fogadják az utasokat. Tomi ide állna a nagy géppel. Hát most jól jönne egy motor abból. Hát én megszivattam magam itt, nagyon nagyot kerültem, aztán lekerültem völgyekbe. Hogy még fölkapaszkodok a következő fordulóponthoz. Aha. CKF, az angol. Bob Fielder. Most tér be. Ez az, gratula. Hát igen, az azért csak DG808. Nyomta, de jobb a handicapje, de lomhább is, tehát nem az igazi. Az Attila. Jaj. Nem figyeltem, leért a szárny. Pont becsuktad a féklapot hamarabb. Igen. Na még jól néz ki így is. Odaértem volna. Hát oda akartam menni mellé. Csak így befordult. Hát trükkös volt, és látod, mennyit ingáztunk, meg minden, mire oda tovább csúsztunk, ott volt az a kapocs felhő, az is kevés volt, még abból is kifele jöttem, szembeszélbe, aztán vissza. A múltkori feladatot, amin együtt repültünk, ott is a nagy kerülő, mennyire kifizetődő volt. Ugye? Lehet, aki egyenesen ment, ő is átjött erre a kurzusra, a kerülőre. Csak sokat vesztett belőle. Hát hiába, aki tud, az tud. Mondom a Norbira. Nem nyitott féklapot, vagy futót. Ennyi. Nem nyitott futót, igen. Franciáknak van ez a kafés festésük, ilyen barnás. Jól néz ki. Jön a finn, a jármó, nyitva féklap. Magasról közelítő is. Hát ahhoz, hogy áttérni, elég magasnak kell lenni. Utána meg majd csak tolni kell. Nyomjad!
És ő lesz a gyerő, nézd meg! Ennek 19 másodperc. Igen, az annyi az Isten. És ASG? Igen. Ügyes volt. Ja. Hát, de tudod, ezek azok a nüansznyi dolgok itt, hogy most nem már csak a szerencse. Neki is Végre történt. bepiruettezett. Leszúrt Rittberger. Ja. Jó, meg van csinálva, ki van dolgozva itt a reptér. Igen. Csak a nagy gép ott a fotón bele van süppedve. Ja, igen. Hát ez ki volt? Ray. Pont jó helyen állt meg. Ja, igen.
Hát igen, ott az egyes pontnál ott gépészkedni kellett. Hosszú ingák sorozata, aztán ott beljebb csúszni, aztán hosszú siklás, itt ki a hegy elé, az az egy felhő, ennyi. Az nagyon jó volt végén. Ez a Az két jó felhő. jött, ott kellett is. Azért azok az 5 méterek nem voltak rosszak. Jövök, mindjárt jövök. Vagyok.